tollat, szelvényt előkészíteni, X-elésre felkészülni. Újra itt a Jótékony Ötös, Fehérvár legizgalmasabb jótékonysági akciója, mely ezen a héten is megpróbál bankot robbantani a fehérvári Bólya Ese javára. Az ötös lottó sorsolásán már hetek óta nem volt teli találatos szelvény, így a főnyeremény már alig marad el a 1,5 milliárd forinttól. Nem kerülgetem a forrókását. Mi csak a Jótékony Ötös számláján tudjuk elképzelni ezt az összeget. Ennek elérésében a héten Siti Bea lesz segítségünkre. Nincs indítás egyelőre, nem baj. Farkas, ott van viszont Sitinél, Siti, vezetünk! Bajnokok Ligája győzelem, olimpiai ezüstérem. Csak néhány nagy titulus, mely jól mutatja Siti Bea meghatározó szerepét a sportág élvonalában. Nekünk talán a 2005-ös EHF kupa győzelem a legkedvesebb emlék vele kapcsolatban. Az akkor bemutatott hibamentes játéka egy fantasztikus nemzetközi sikert hozott Fehérvárnak. A jelenleg a Fehérvár KC és a magyar női válogatott edzői stábjában dolgozó Siti Bea hatalmas sikerek részese volt pályafutása során. Mielőtt elkezdjük kitölteni a szelvényt, én szeretném tudni, hogy a szerencsének mekkora része volt Siti Bea pályafutásában. Valahol én hiszek ebbe, hogy annak van szerencséje, aki egy picit többet dolgozott meg érte előtte a szürke hétköznapokon. És tényleg, ahogy anno a Kemény Déres mondta, hogy a kapufa éléről is annak pattam befelé az a bizonyos labda, aki jobban oda tette magát. Pont ennyire érvényesül nálunk is a szerencse. A lottóval kapcsolatban az a tippem, hogy Siti Bea a megrögzött X-elő. Bár lehet, hogy nincs igazam. De biztosan így van. Most már egy kicsit elbizonytalanodtam. Alapvetően nem. Volt egy-egy pillanat, amikor feladtam, de ez mindenféle rendszer nélkül, hogyha éppen úgy hozta az élet. Tehát nem igazából váltam egy ilyen fogjává és mániákusává az ötös lottó kitöltésének. Rossz hírünk van, kedves Bea. Mi viszont most foglyul ejtettünk. Váltságdíjul pedig 5 darab nyerőszámot kérünk. Azt pedig talán mondanom sem kell, a rendőrségnek egy szót se. Ezek fényében követelem az első számot. A 3. Legyen egy 3-as. Az első szám a 3-as. Ó, a 3-as már 2 szelvényünkön is szerepelt. Ez a 3. alkalom, hogy behúztuk a 3-ast, mert... A 3 a magyar igazság, lehet, hogy van egy ilyen. És régen ugye nagyon sok népmesét, illetve bármilyen mesét hallgattunk először, aztán olvastunk. Most a kislányomnak ugye rengeteg mesét olvasok minden este. Illetve az, hogy 3-an vagyunk testvérek, és valahol a család az nekem egy ilyen nagyon fontos kiinduló pont és alap az életemben, úgyhogy gondolom ezért a 3. Bizony, 3 a magyar igazság, mint a mesékben. Na, hogy beletrafáltam. Behúztuk a 3-ast, követelem a következő számunkat. A 2. szám az nem egy annyira régi dolog az életemben, a 9-est választottam. Beszélgettem egyszer egy pszichológussal, és akkor mondtam, hogy képzelje el, az Ita az 2007.09.27-én született, és akkor a Bura Márti, aki régen, mondom, a sportpszichológusunk volt, ő mondja, hogy hát a 9-es az isteni szám, és hogy a gyerekem születésénől is, hogy amikor összeadjuk ez a 2007, az a 2-7-9, tehát mindig visszajön ez a 9-es szám. Említetted kislányod születését. A rabulejtés itt is biztosan megtörtént. A profi sportoló addigi életmódja alapjaiban alakulhatott át az édesanyává válás után. A sportos éneme, tehát abban a legnagyobb sikerem az a BL megnyerése volt. Az életemnek a legnagyobb sikere az meg a kislányomnak a születése. Amióta a gyerek megvan, azóta nem mondom, ugye nem edzek ennyit, sőt, hát jóval kevesebbet, de azért ugyanúgy elfáradok, tehát ő is megadja ugyanazt a játszótéren, amikor rohangálni kell utána, az energia, amit visz, és aztán az energia, a szeretet, amit visszaad, ez gyakorlatilag egy örök kör. Nem mondom, hogy kevésbé fárasztó, mint én sportolónak lenni. Szépen alakul a szelvényünk, mely alig várja, hogy beixeljük rajta a 3. számot. A 3. az a 14. Na ezt tudom, miért ixeljük be. Rémlik egy nagyszerű irányító, aki a 14-es mezben játszott. A sportolók körében az úgy gondolom, hogy a mezszám az egy
szerencsés esetben egy életen át végig kísérés, tényleg csak pozitív gondolatok vannak a MES számot körül. Gyakorlatilag én 18 éves koromban, amikor Dunai városba kerültem, és először profi státuszba kerültem, azóta ez a 14-es MES ez végig kísér, és azt kell mondjam, hogy valahol mindenhol jót adott nekem, úgyhogy szeretem ezt a számot. Ez a 14-es MES bizony jó mennek bizonyult, de úgy emlékszem, volt más alternatíva is annak idején. Mielőtt Újvárosba kerültem, előtte más volt a MES számom, előtte 6-os voltam. És szerettem volna ugyanúgy 6-os MES-t kapni, de ugye ez akkor klubváltásnál a Kocsis Böbének a száma volt. És innentől kezdve az nem volt kérdés, hogy nem igazából kaphatom meg, és a 14-es viszont szabadon volt. És a lehetőségek közül ez volt a legszimpatikusabb, bár az elején nem szerettem, tehát nem rajongtam érte. De mondták, hogy jó, ez van most, ez tetszik nekem, oké, akkor ezt húzom most be. És aztán idővel megszerettem. Én azért nagyon nem lennék meglepve, ha a negyedik számunk a 6-os lenne. A negyedik szám az a 27. Hát ez nem a 6-os lett. Fogalmam sincs, miért pont a 27-es. Várjunk csak, de hiszem ma már szóba került ez a szám. Ez itt a lányom születése, úgyhogy a 27-es az... előtte sose gondoltam, hogy ez jó szám lehet ez a 27, de aztán, amikor az Zita itt váratlanul ugye 36. hétre megszületett, és pont, hogy miért, pont most, de aztán úgy jól jöttünk ki ebből a 27-ből. Lassan-lassan törleszted a váltságdíjat, már csak egyetlen számot várunk. Az a saját születési évem, a 73, ami egy kicsit elfogult, azt kell mondjam, hogy szerintem az egy jó évjárat, bár azért korosodunk, de jó ez a 73. Ha már 73, kislányként tutira egyenes úton kerültél a kézilabda pályára. Az anyukám nem sportolt, de két testvére is kézilabdázott. És már engem akkor is vittek a pályaszélen, ott tologattak, benne voltam. Az első fénykép az gyakorlatilag nagy csoportos koromban készült, amikor a kézilabda pályán ott ugrabugrálok. Tehát valahol nyilván már az emberre nagyon korán ráragadt ez, hogy labda. De mondom, amikor az első konkrét kézilabda edzése megjelentek, az 83. Na nem már, ez így annyira megtervezett. Egyetlen zsákutca azért csak beleférnám. Apu mondta, hogy lehetek egy új Petre Felke, és menjek gerejt hajítani. Mondtam, hogy jó, apu, ez annyira engem nem izgat. Valahogy így alakult, hogy mindenbe belekóstoltunk, mindenből kaptunk egy ízelítőt, de a kézilabda maradt az örök. Gerelyhajító. Mondjuk ezt még elképzelni sem tudom. Szerencsére maradtál bizony. Szerintem ez volt a lehető legjobb döntés. Bea, kész a szelvény, szabadon engedünk, de előbb nézzük át pontosan, hogyan fest e heti számsorunk. 3-as, 9-es, 14-es, 27-es és a 73-as. A tuti nem nyer így együtt. Én szeretem, nekem fontosak ezek a számok, úgyhogy meglátjuk. Nem kell aggódni, nyerő számok ezek, sőt, magasra emelem a tétet, főnyereményt érő számok. Bea, nagyon köszönjük, hogy a Jótékony Ötös vendége voltál. Reméljük, a jövőben sem térsz át a gerelyhajításra, hanem immár edzőként nagy sikerekre vezeted a Fehérvár KC-t és a magyar válogatottat. Most már nincs nehéz dolgunk. Siti Bea sikeresen teljesítette a váltságdíjul kiszabott feladatot, a nyerteszelvény kitöltve, sőt, immár játékba is küldve. Én pedig megígérem, ha miénk a heti főnyeremény, elmegyek gerelyhajítónak és olimpiai bajnok leszek. Na jó, utóbbira azért nem mernék nagy összegben fogadni. A Jótékony Ötös főtámogatója a Glória Cipő ortopéd szaküzlet. A Jótékony Ötös támogatói Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata, a Tilágó Kft., a Five X Bowling Center és az Alba Plaza.